Az elmúlt szezont harmadik helyen záró Kölcsey DS-től nyáron a hagyományokhoz híven több játékos is távozott, így Hadovás Istvánnak ismét új csapatépítésébe kellett kezdenie. A nyitányon vereséget szenvedett a nyíregyházi gárda, majd a következő fordulóban a megyei rangadón legyőzték a Máté Szalkát a kölcseisek. A folytatásban még 6 győzelem és 3 vereség került a csapat neve mellé, amely így az északkeleti csoport tabellájának negyedik helyén tölti a téli szünetet. Ennél lehetett volna sokkal jobb is. Mi sem bizonyítja jobban, hogy például az első helyezett és veretlen Máté Szalkát egyedül mi tudtuk megverni, és hát azt hiszem, hogy egyértelmű fölényes győzelemmel, mert jóformán 0-0-nál volt csak döntetlen az a mérkőzés, és egy nagyon jó Szalka. Viszont egész évben küzdöttünk ezekkel a problémákkal, a sérülésekkel, betegségekkel, úgyhogy így mindent egybevéve azt gondolom, hogy remekül szerepeltek a lányok. Nagyon-nagyon bizonyítottuk azt, hogy morálisan erősek vagyunk, és hát emlékezzünk meg a mi negyedik helyünk, mármint a felnőtt negyedik hely mellett a juniorjainkról is, mert ők viszont minden várakozást felülmúlóan első helyen állnak, tehát őszi bajnokok lettünk idézőjelben, ráadásul úgy, hogy a tavalyi második helyezett csapatomból a 3 legjobb játékos távozott, mert kiöregedett ebből a korosztályból, úgyhogy nagyon-nagyon fényes sikernek tartom ezt az őszi első helyet. Márkus Gizella szerint az eredményekben nagy szerepe van annak, hogy nem csak a pályán, azon kívül is jó közösséget alkotnak társaival. Morálisan erősek vagyunk, összetartóak, szeretünk edzésre járni, harcolunk egymásért minden egyes mérkőzésen, és a pályán kívül is nagyon jó barátságok vannak, úgyhogy szerintem ez egy összetartó társaság, ez nagyon szükséges ahhoz, hogy nehéz helyzetben is hozzuk a kötelező győzelmeket. A bajnokság február 18-án folytatódik. A dobogót megcélzó Kölcsey a tavaszi nyitófordulóban a mezőkeresztest fogadja.